azt mondhatnám, hogy közös szerzemények. A szövegeket is pedig közösen írjuk, vagy ki magában már lehoz egy kész, majdnem kész szöveget. És aztán alakítjuk, addig még mindenkinek. Jó. Milyen nehézségekkel küzdöttök? Hát nehézség, elsősorban... elsősorban a felszerelésen van baj, mert az drága és pénzünk elég kevés van. Jó, magam is dolgozok, és nagy dolgozik, másik gitáros. De hát munkában elég nehéz megjön az igazság. Zenéletben még nehezebb. Pénzt nem keresünk vele, és nagyon lassan gyűlik a pénz, bármilyen cuccot kell venni, bármilyen erősítőt, bármilyen hangfalat kell venni, nagyon nehezen gyűlik össze. És a legnagyobb nehézségünk evel van. Szerencsére próbatermet azt kaptunk itt a Szindikát házban. Itt is volt víz, sokáig nem tudtunk próbálni rendesen, de most már szerencsére lement. Mondjak még, ezek a legfontosabbak. Hát. Mivel mi most itt benneteket pont munka közben zavartunk meg, itt látom, készül egy kazetta, mi lesz ennek a sorsa? Hát elsősorban azért készül a kazetta, hogy ha az együttes akar menni mondjuk valami fesztiválra például, akkor el kell küldeni a kazettát, egy demót, egy szagot, ami igazolja, hogy az együttes megállja helyét azon a fesztiválon. És aztán szervezi dolga, hogy eldöntsék, hogy meghívják, hogy elfogadják, hogy részt vegyen a fesztiválon, vagy sem. Meg hát egyáltalán bárki meg akarja hallgatni a zenét, vagy bárhova az ember megy, meg kell mutassa, mit tud, és nem állt ezt egyből a banda muzsikálni. Beteszek az etet, és meghallgatják, hogy milyen.
koncertre készültök. Hogy folyik egy ilyen lámpalázások szoktatok lenni? Nem, egyáltalán nem. Koncert előtt? Igen. Hát egy kicsit, de ott már nem. Ott egyáltalán nem. Mit üzentek a tévénézőknek? Jöjjön koncertre. Majd, ha lesz koncert. És... kapcsolják a tévét. Hogy az elkövetkező kapcsolják a tévét. Na, szóval... Először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki eljött a koncertre, koncertünkre. És azon kívül is, aki segített bennünket a koncerten, mint felszereléssel, mint szervezéssel. A három annyit, aki az egész felszerelést tulajdonképpen adta, és a hangosítást csinálta. Azon kívül a koncertszervezőnek, Gigi Molnárnak, aki elsősorban a koncertet szervezte. A próbatermünkért a szindikátház igazgatójának és lehetőségének. És minden embernek, aki ebben a felvételre segített bennünket, itt is rengeteg minden kellett, mikrofonok, hangtudszok, effektek, mindenféle kellett, és bizony kölcsönket kérünk sok mindent. Csak kérdés, mikor nem itt vagytok a próbateremben, és mikor nem dolgoztok szabadidőtökbe, mivel foglaljátok el magatokat, és ezen belül milyen zenét hallgattok otthon? Zene... Tessék? Hát ki hogy az együttesben, nem tudom most, hogy hallgatnak zenét. Én inkább a jazz zenét szeretem. Inkább olyasmit hallgatok, amiből tanulhatok. Egy nevet esetleg, egy együttes nevet, hogyha mondanád? Igen, inkább Billy Cobham, Aldi Meola, ilyen nagyobb jazz együttes. És a szabadidődben még mit csinálsz, azon kívül zenét hallgatol? Hát, most érettségi után egy kicsit vakációzok, mert eleget tanultam most. Tovább kéne tanulni, mégis kéne tanulni egy kicsit, mert meglátjuk, hogy a jövőben mi lesz. Te itt nagyon halk vagy, most tőle szeretném megkérdezni, igen, hogy te mit hallgatol szabadidődben? Én a keményebb zenéket szeretem, inkább hát mondjuk heavy metalba keményebbik fajtákat, Annihilatort, Anthraxet, Metallicát, hát már így a kedvenceimet mondom inkább, de ugyanúgy meghallgatom a jazz zenét is, a régi, magyar 80-es évekbeli zenét is. Hát, kb. Ennyi. És? Hát szabadidőm az nem nagyon van, mert hát reggel 7-től dolgozok egész 3-ig, és utána még hazamegyek, még elrendezem magamat, utána még felmegyek a városba, és ennyi. És a te kedvenceid? És a te kedvenceid? Az én kedvenceim az Iron Maiden, és az Inborn, és főleg Inborn, azt szeretem nagyon. Ez egy új együttes, amelyik most alakult. Fantasztikusan jó. És mi a neve? Hát Inborn. Az a neve. És hát gondolkoztunk, hogy milyen nevet adjunk neki. Gondolkoztuk, hogy legyen Inborn, vagy Inborn, és aztán Inborn lett. Mert ez egy fantasztikus név. Szerintem nagyon jó választottatok. Köszönöm szépen, és kívánok nektek további nagyon jó munkát és sok sikert, főleg sikert. Köszönjük mi is. Aztán nagyon szépen köszönjük. Üdvözlök mindenkit! A punkokat is, látom egy punkos gyereket, az nagyon megtetszett. Mosolj! Én nem tudom, hol van elmen. Gyere ide! Még egy gyere már ide! Egy picit kérlek szépen! Egy kuszit, hé! Gyere, mondjál valamit, mert nekem már nem megy mesélni. Mondjál valamit a koncertről.
Hát jó volt, nem tudom én is. Élnek a punkok, köszi szépen. A tapsoltok egyet, még játszunk egy számot. Tudod, Csabi nálunk olyan, mint külföldön Geri Moore. Hát, örüljöttök!